meg a mosimó professzor. Hogy áll a legújabb találmánya? Tudom, hogy óriási lesz. Őszinte híve, Tommy Turnbull. Drága Tommy, felülmúlt a legvérmesebb várakozásaimat. De attól félek, hogy rossz kezekbe kerülhet. Biztonságos helyre kell küldenem. Valahová, ahol talán megtanulhatja, mit jelent fiúnak lenni. Na, mert ő a robot fiú, Robot Boy. Robot Boy. Boring futam. Jól van, rózsás villám, mutasd meg, mit tudsz tenni! Hé, teli találat! Bowlingozni jó! Robot Boy is! Bocsi, Robi, de tudod? Igen, Robot Boy tudja. Zsákban marad, semmi móka. Figyelem, bowlingozók! Eljött a szombat délutáni bowlingozás ideje. A két legmagasabb pontszámú versenyző egymás ellen küzd. A nyertes csodálatos ajándékokat fog kapni. A bowlingvárium egy gördülő haltartály, mely biztos célba talál. Vacsora a lassulás fejedelmeinek az övön legcsodálatosabb szabály, amennyit tud szendvics bárjában. És ez a masszív aranyszínű trófea. Csinos fődi! Milyen csinos szendvics! Felejtsétek el, kizárt, hogy mi értük el a legtöbb pontszámot. Az első résztvevő a 76-os pályán. Ezt nem értem. Hogy legyőztünk mindenki más? Inkább nézz körül! Hoppá! Nyugdíjas szombat van! És a másik versenyző a 13-as pályán! Rossz fiúk! Csupán hárman vannak! Mindenki tudja, hogy az igazi bowling csapat 4 tagból áll. Ki kell zárni őket? Kérjük a fődíjunkat! Ja, ő a negyedik! Csak pihentette a dobó kezét! Igen, pihentem! Ha, még robotbajjal sincs esélyetek! Tényleg? Akkor tegyük érdekesebbé, ha? Ha mi győzünk, a nagyfiúk nekünk dolgoznak! Rendben van! Ha mi győzünk, visszük robotbajt! Gász! Szó se róla! Nem adom nekik robotbajt! Szükségtelen! Majd én! Igen! Ezt nevezem dobásnak! Gyorsan, gépfiú! Mutasd meg, miből vagyunk! Éppen erre készültem, kedvesem! Ez meg mi? A különleges bowling ruhám! Nagyon messziről jött! Importált, bolíviai szürke marha, orjuk szőrzet írha! Ezt úgy hívom tarolás! Igen! Én jövök! Megmutatom, hogy megy a bowling kaziföldjén! Ez most nem jött be, kamikázi! Oké, Robi, most te jössz! Tommy, hogy kell? Egyszerű, csak dobd el a golyót a bábuk felé, de ne túl keményen! Hé!
voltam! Ha-ha! Oldalsó! Ez bizony nem megy! Cipőd. Ó, főnök, én nem vehetem fel a kölcsönzős bowling cipőt. Ki tudja, kinek a büdös lába volt benne? A végén atléta lábam lesz. Értettem. Csak nehogy elszúrd, vagy atléta csókot kapsz a fejedre. Semmi gond, főnök! Az árvaházban mindig teli találatom volt! Ez az, teli találat! Ezzel már mi vezetünk? Én ezt nem értem! A súly jó volt, és a távolság is jó! Te nagy lüke, pápó! Hé, támadt egy jó ötletem! Hogyha nyerünk, Konstantin viheti a fődíjunkat, és Ludwig tömheti belém a szendvicset, amíg el nem fogy! Konstantin, most stratégiát váltunk. Elég volt az ostoba bowlingozásból. Eljött az ideje, hogy egész másba fogjuk. Elkapjuk Robotboyt! De főnök, nem kellene osztoznunk Robotboyon most Herr Affenkugellel? Osztozzon a pofonon, azon szívesen! Ludwig, elegem van ebből a sportból! Fogd a robotot és menjünk! Hé? Talált, és rögtön kiment. Nos, nagyon úgy látszik, csupán két rossz fiú maradt. És mindenki tudja, hogy a bowling csapat 4 személyes. Kizárással győztünk. Valaki hívja őket, hogy meleg szendvicset kérek. Ne olyan gyorsan. Még nem tudni, ki eszi a végén a szendvicset. Csodás! Soha nem indulnék el sportolni a klónozó sprém nélkül! Tessék! Ezért hozok mindig saját cipőt! Köszöntsétek Nyákot és Smoost! A baci testvéreket! Támadás! Hogy ezek bowlingoznak. No, ugyan, haver! És úgy látom, Robi jön! Szánalmas ez a két lábgomba alak. Megmutatom, hogy kell robotot fogni. Egy pillanat! Ennek semmi értelme. Hogyan tudta Affenkugel megbuherálni a pályákat? Mert ez az egész az enyém, te ostoba! Olyan mókás, hogy minden az enyém a világon! Büdös Trunci, mi ez? Mi ez a bűz? Hú, ez már durva! Fuss, Robi! A robot vagy beleragadt! Mit csinálja? Érkezem, Robi! Jövök, segítek! Robotboy az enyém! Már mint az enyém! Kezdesz kissé bosszantani engem, Affi! Igen, te duplán bosszantasz engem! Minek így harcolni? Osztozzunk a roboton! Az enyém karácsony és a húsvét, tiéd lesz a nyári vakáció! Jó, nekem így is megfelel! Na?
Ismétlen volt, Deb. Ha megismétled, egy hónapig én mosok ki minden, baby! Jé, picim! Úgy látom, egy hónapig te mosod ki a szennyest. Robot Boy, ne feledd, milyen egy sportember! Hé, hey, óvatosan! Most vasaltattam ezt a trikót! Au! Au! Így szörnyen kényelmetlen! Menjünk haza! Igen, ezúttal egyetértek veled! Hé, hey, ne olyan gyorsan, rossz fiúk! Úgy emlékszem, hogy fogadtunk! Ez olyan megalázó! Hadd egyek! Jöjjenek azok a szendvicsek nyomás! Új arc. Hé, ma nem lehet, Robot Boy. Itthon kell maradnod. Miért? Minek itthon maradni? Itthon silány! Silány? Géfiú megint szlenget tanított neked? Tuti a sóder! Nézd, Moshimo professzor azt mondta, hogy küldeni fog neked valamit, de itt kell maradnod, hogy megkapd, különben anya meglát valamit, és akkor rajta veszünk. Rendben? Rendben. Oké, viszlát Juli után. Sose lesz igazi fiú. Ha-ho! Robot Pink, soha nem lesz igazi Pink. Robot Boy, megért téged. Ó, szia Robot Boy! Íme egy ajándék csak neked. Nézd csak meg! Mi ez? Kibernetikus bőr. Vedd csak fel, és úgy fogsz kinézni, mint egy igazi fiú. Júj! Kimehetsz az utcára is, de óvatosan. Csak 6 órán át lehet hordani. Ha letelt az idő, a maszk feloldódik, és igazi valód napfényre kerül. Igazi fiú lett! Hé, hey, Tommy! Azt hiszem, megint téves házban zuhanyoztam. Bocsánat, kisfiú! Igen! Igen? Tommy Turnbull, még nem felejtettelek el! Dr. Friedman Culpepper! Mit csinál a robotokkal? Miért kérdezed? Játszom velük! Azt hittem, gyűlöli őket. Soha nem volt játékom lánykoromban. Csirkecsontból és alufóliából kellett babát készíteni magamnak. De most enyém az iskola, és elvehetek minden játékot, ami megtetszik! Ez azért különös. A videójátékkal játszunk a folyosón, drága Turnbull. Azt elveszem. Persze vissza is adhatnám. Talán egész nap játszhatnál. És miért tenne ilyesmit? Kössünk üzletet. Persze neked is adnod kellene valamit. Mondjuk azt a csodálatos harci robotot. Milyen csodálatos harci robotot?
Nem vagyok bolond! Tudom, mit láttam! Mi lenne, ha mondanék még valamit? Hogy tetszene egy színjeles bizonyítvány életed végéig? Sajnálom, ha lenne ilyen robot, és nem mondom, hogy van, nem lenne eladó. Tényleg? Hát, talán egy kis traktor magánzárkában megvilágosítja az elmédet. Ó, szia, kislány! Jó meleg van itt. Csak mi? Kéfiú szerint ez mindig bejön, mindenki. Segítek! Tessék! Melyik a te öltöződ? Még nincs. Én új vagyok. Nos, én meg az igazgató. Gyere, új fiú. Először is regisztrálunk. Mi a neved? Igaz fiú Robot. Oké, igaz fiú Robert. Na és hol laksz? A hátizsákban. Ma erre nincsen szükségem. Itt van az órarended. Na kifelé. Osztály, üdvözöljétek új tanulónkat, igaz fi Robertet? Aha. Isten hozott, válasz ki egy széket. Oké, rögtön. Jól van, piam, nagyon vicces. Most menj és ülj le. Hé, jó fiú, csípem a séródat, gyere, tedd le magad. Oké, kéfiú. Hé, honnan tudod a nevem? Vagy már hallottad a legendát? Robert, éppen ezt az algebra feladványt boncolgatjuk. Megvillantanád előttünk? Van, Robert, te jössz! Lássuk, mennyit érsz igazán! Velem vagy, haver! Szép jó reggelt! A mai órán meg fogjuk tanulni, hogyan használjuk helyesen a komputert. A helyes használat azt jelenti, hogy mélységében megértjük. Éreznünk kell a gépet. Úgy gondolkodnunk, mint egy gép. Gépek leszünk. Éppen ezért ma azt kérem tőletek, hogy legyetek egy kissé. Robotlányok és robotfiúk. Ha? Én ma igazi fiú vagyok. Nem. Te ezt nem érted. Ma te robotfiú vagy. Nem. Igazi fiú vagyok. Robot vagy. Nem. Igazi. Robot. Igazi. Nem látja. Itt van a kezem. Valódi a lábam. Nem látja, hogy hajam is van. És ez... Nem. Értettem. Valódi a lábam. Nem tudom, hogy viselkedtek a tanulók ott, ahonnan te jöttél, de az én iskolámban biztos nem így viselkedünk. Meglátjuk, mit szólsz egy napi büntetéshez. Tommy! Ismerjük egymást. Robotboy! Mosimok adott bőrruhát. Igazi fiú vagyok, 6 órára. Ez csodás. És mennyi időd maradt még így? 20 másodperc. Mennyi? 19 másodperc, 18 másodperc. Robotboy, Culpepper is téged akar. És ha meglátja, hogy te itt vagy, meg fog balandulni. Ki kell jutnunk most innen? Jobb lenne, hogyha betörnéd, Robotboy. Nem! Az én nevem igaz fiú Robot. Engem nem vághatsz át, igaz fiú Robert. Te vagy a Robotboy és a Markomban vagy. És velem fogsz játszani. Örökké. Nem vagyok már igazi fiú. Úgy sajnálom, Robot. Nos, szóval ki a bolond? Én? Ő egy szupererős harcoló robot. Robotboy, nyomás!
nem fog magával menni. Tényleg? Mr. Jasinski! Csúszhat a talaj! Mi volt ez? Radioaktív fürdőhab, bukásra álló diákom! Robotfoly, ereje, gyengül! Ne! Igen! Ó, végre! Mit keresel te itt? Gondoltam, kimentem Igazfi Robertet a börtönből. Tuti jó fej a fickó, merre van? Nincs is Igazfi Robert, az Robotboy. Nem árt, nem is hasonlítanak. Nyomás, tűnjünk el innen. És velük mi lesz? Maradjanak, talán nekik tetszik is. Nos, Robotboy, milyen volt igazi fiúként? Jó volt, de zavaró is. Hogyan, haver, nem áll! Soha nem lehetsz igazi ember! Ahhoz sok tudás kell, ahhoz igazi megértés kell, ahhoz... Na mindegy, hosszú után lelőtted, hogy elérd az ember élet magasságait! Finom!